A várakozásoknak megfelelően jobban kezdett az esélyesebb Érd a meglepett fehérmezes Vác ellen a női kézilabda bajnokság negyedik fordulójában. A mindkét oldalon rendkívül pontatlan kapkodójátéknak köszönhetően az első 6 percben nem láthatott gólt az érdi csarnok közönsége. Kisfaludi törte meg a gólcsendet, és innentől kezdve mondhatjuk, hogy semmi nem fenyegette a hazai győzelmet. Szorványosan potyogtak a gólok, 10 perc elteltével 4-2 volt az állás, és nem véletlenül mérgelődött Konkoly Csaba, a vendégek edzője. A félidő közepén aztán a Váci mester nem bírta tovább, időt kért. Figyeltek már! Nem értitek, mit akarok! Azt akarom, hogy 5-6 passz legyen! Azt akarom, hogy itt a kettes sávot támad meg! Azt akarom, hol vagy Donó, hogy ne így menjünk fölfele, hanem vagy futunk, vagy megállunk! Az időkérés nem segített a váciaknak, sőt, beindult az érdi henger, és a 17. percre mindkét csapat megduplázta góljainak számát. Majd ismét gólcsend következett, ezúttal 11 percen keresztül egyik oldalon sem rezdült a háló. A félidő hajrája már újra kézilabdára emlékeztetett, felváltva estek a gólok, Klivinyi is megszerezte első találatát a meccsen. 10-7-es eredménnyel fordultak a csapatok, és úgy tűnt, Szabó Edina szavaira figyeltek jobban a lányok az öltözőben. 10 percnyi játék után 17-10 volt az eredményjelzőn, és talán itt tört meg végképp a Vác. A kérdés már csak az volt, hogy meg lesz a 10 közte, és ha igen, tudja-e tartani az Érd ezt az előnyt. A végére az is kiderült, hogy igen. Így meglehetősen gólszegény mérkőzésen 24-14-re nyert az Érd. Szabó Edina tanítványai tehát továbbra is hibátlan eredménnyel büszkélkedhetnek a bajnokságban, míg a Vác két győzelme mellé begyűjtötte második vereségét is.